Pár napja még itt úszkált az a hatalmas méretű szürkeharcsa, amit tegnap éjjel fogott ki a Domboriban horgászó Dobó Szabolcs. A 76 kilós és közel másfél méteres kapitális méretű halat körülbelül egy órán át fárasztotta ellenfele. Tegnap éjjel fogtam, 11 óra környékén volt az akasztás, és éjfél körül tudtam kiszedni a csónakba. A horgász a rekordfogásra némi kárásszal egy egyszerű bottal csónakból tett szert. Ezen volt rajta a kárász, ezen a horgon. Ide is akadt egyébként, az egyes horog fogta meg. És hát ez egy sima harcsázó bot, gyorsó, nyeletőfékes orsó, 90-es és 60-as fonodami van rajta. Ennek elég jó szakító szilárdsága. Smersz Lajos, a Faddi Sporthorgász Egyesület elnöke is osztozott a horgásztás örömében, bár elmondta, a holtágban nem ritka jelenség a több 10 kilós halak látványa. Gratulálok a horgásztársunknak, de a héten ez ugye nem először fordult elő, de az övé a rekord, tehát ez a 76 kilós harcsa azért ez viszi a pálmát a héten, de volt még 35 és további ilyen 15-20 kilósok, azok szép számmal akadtak. A helyi rekord egy 94 kilós harcsa volt, ami 5 évig tartotta a világrekordot. A közelmúltban kifogtak a dombori holtákból egy 40 kilós amúrt is, valamint több 20 kg feletti pontyot.